A nemzeti színűszalag átvágásával hivatalosan is átadták a kapospudaiak új kultúrházát, amit Farkas József egykori kántorról, népművelőről, művelődési ház igazgatóról neveztek el. Közéleti szerepvállalása ugyanis jelentős volt. Mintegy 96 millió forintnyi topforrásból újították fel az épületet, aminek a tetejére napelemek kerültek. Egy nagyon modern hőtechnikai építményünk lett most igazából, ami bízunk benne, hogy nagyon olcsón fogunk tudni üzemeltetni. Napelemek vannak a tetőn, hőszivattyús fűtés, bízunk benne, hogy ez egy nagyon jó dolog lesz. Hát, hogy a település életében mit jelent? Ugye ez egy ódon épület, igazából ez 1915-ben lett átadva, ez 1950 óta kultúrház, és ugye nagyon sok generáció töltötte el itt a fiatalságát jól igazából, és most is nagyon nagy élet van bent, és bízok benne, hogy most ez újból megújul, tehát van néptánc egyesületünk, a Vízmente Néptánc csoport, ahol egész pici gyerekektől felnőttig táncolnak. Van egy foldvarró csapatunk, itt közel 20 ember, akik minden szerdán itt betöltik a teret, és hangosak, és nagyon szép dolgokat csinálnak. Aztán természetesen van más dolog is, vannak ultiklubok, aztán névnapoknak, születésnapoknak ad helyet, meg hát egyéb ünnepségeket is itt szoktunk tartani. Kapospulaiak örültek az új kultúrháznak, hiszen 1910 óta itt zajlik a település közösségi élete. Ez akkoriban a nagy kocsma volt, ma már inkább kultúrház, ami immár méltó körülményeket biztosít az itt élő embereknek, helyi civil csoportoknak. Ez igazából egy energiakorszerűsítés, energiahatékonyság növelő beruházás volt, de gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy kívülbelül megújult ebből a fejlesztésből a művelődési ház. Ez 96 millió forintos beruházás volt, 100%-os intenzitású pályázaton nyerte el ezt a község, mégpedig egy topos forrásból. Én is szeretnék köszönetet mondani az önkormányzatnak, a megyei önkormányzatnak, egyáltalán döntéshozóknak, és nyilván a kivitelezőknek is, akik ilyen szépé varázsolták ezt az épületet. Jó látni azt, hogy ez a település ennyire összefogott, és ilyen sokan eljöttek a nagy meleg ellenére is. A kultúrház megnyitóján több zenész is fellépett, valamint Dörnyei Szilárdné egykori rajztanár kiállítása is megnyílt. Így megindult a pandémiát követően a kulturális élet a kapospulai kultúrházban. Végül is a falu születte vagyok, itt születtem 1958. május 31-én, és az, ami tulajdonképpen itt látható, van olyan kép is, ami édesanyám gyerekkori képével, nagyszüleimmel, őket is megmintáztam, férjemet, gyerekeket, csak hát mindenre nem volt mód sajnos. Tehát úgy, ahogy itt elhangzott Annától, igen, a nyugdíjazással és a jobb agyféltekés tanfolyammal indult. Most nem reklámot csinálva nekik, de igen, ez volt az, ami egy ilyen nagy löketet adott, és utána jött a többi tanfolyam, és utána meg már az otthoni munka. Dörnyei Szilárdné 40 alkotását tekinthetik meg az érdeklődők a kultúrházban. Nagyon jó érzés, elmondhatom, ez az első kiállítás tulajdonképpen, de hát ide jártunk ebbe a kultúrházba annó, hát itt voltak a bálok, különböző rendezvények. Mostantól tehát méltó körülmények között lehet kulturális rendezvényeket tartani a kapospulai kultúrházban. Ráadásul itt nem érnek véget a beruházások. Mintegy 15 millió forintból újul meg a templom.